Bízom benne, hogy elindultunk jó irányba. Azt mondom, hogy játékban ideg is jó irányba voltunk, csak valahogy a mérkőzések nem úgy alakultak. Ugye a helyzetek alapján mindig azt mondom, hogy benne voltunk a mérkőzésben, nagyon sok mérkőzést nyerhettünk is volna, de valahogy mindig a másik félidőben úgy jöttünk ki, gólokat kaptunk, nem sikerültek berúgni a helyzeteket, de úgy érzem, hogy most az is nagyon sokat számított, ugye, hogy gól nélkül le tudjuk hozni a mérkőzéseket, ez nagyon-nagyon fontos. Hasonlított olyan szempontból egymásra a Dorog elleni bajnoki győzelmünk, illetve most a Pécs elleni Magyar Kupa továbbjutásunk, hogy a második félidő első felében tudtunk kettőt rúgni, és ezt meg is tartottuk a végéig. Igen, az első félidő, mindig azt mondom, hogy erősebb az első félidő. Helyzetek alapján azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen ugye több lehetőségünk volt, rúghattunk volna, de nyilván nem vagyok elégedetlen. Ez a 2-0, de viszont a második félidőben mindig ez volt valahol ugye a problémánk, hogy a második félidőben kijövünk és gólt kapunk, és akkor nehézzé tesszük ugye a mérkőzést, de ebbe javultunk, összeszedettebbek vagyunk, pontrugásokból ugye most már egy kicsit összeszedettebbek vagyunk, és ebből nagyon jól jövünk ezekből a felszedett labdákból, úgyhogy helyzetek alapján úgy érzem, hogy ezt a mérkőzést megérdemelten nyertük meg. Vasárnap Tiszakécske, egy az életéért küzdő csapat érkezik hozzánk, hát az még talán nehezebb meccs is lesz. Ez nem csak a Tiszakécskének, ez nekünk is egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés, de minden mérkőzés fontos. Tehát olyan hosszú a bajnokság, tehát itt pillanatok alatt, ha valaki szerez 2 győzelmet, 6 pontot, akkor nagyon nagyot tud ugrani a tabellán, úgyhogy én most nem is a Tiszakécskével foglalkoznék, nekünk ez ugyanolyan fontos. Tehát minden hazai mérkőzés nekünk nagyon-nagyon fontos.